Hagyd már abba! Van kéz ökölben, középsúly kinyújt, nyújt, nyújt, nyújt. A szállj ki! Vércseppek a paradicsom levesben. Ki a festő? Van Gogh uram, Van Gogh, ki más? Multiplexibózit csináltasz, de vasz. Sklerózis multiplexit, érted? Sörrandos, meg dolés. Még ha hinnék is magának, hogy van a Pluton kincs, hogy találok oda? Jupiternél kell a szem elfordulni balra. Ki fogunk éheztetni titeket? Fogyókurázunk. Mit csináltok? De ennek a csontváznak esetet szorongott az egyik keze. Akkor ezt tudod ki? Az Ede. 5 éve tűnt el. A legjobb turista jelfestő volt. Mit tunyulsz? Mozogjál, ne csak üljél! Égesd a zsírt! Ne magyarázkodj! Fejkörzés! Jobbra autó, balra autó! Jobbra autó, balra autó! Fejed fordítsd egészen ütközésig! Jobb, jobb, bal, bal! Jobb, jobb, bal, bal! Vállod hátra húzni, kezed előre nyújtani! Ne dumáljál! Levegő be, melkas ki, has be! Duda! 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 Na Duda! Na de Duda! Hagyd már abba! Én abba hagynám. Azt hiszem elég fit vagyok. Nem ijedsz meg! Nem vagy fit! Na majd fitten fogsz összeesni, ha megcsaplak. Na szállj ki! Bal kéz ökölben, középsúly kinyújt, nyújt, 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 nyújt. Inkább integetnék? Hadd hízzak én itt. Van meg illatosítom, meg van nekem keksz a keksz. Nem zabál! Szálkásít! Küzdesz, jól érzed magad, a bemelegítések vége, az ízületek ellazultak, most pedig kiszállunk is, a földharcot fogjuk gyakorolni. Én szóltam. Na gyere csak. Nem lehet, hogy fejben lejátszanak, mint a sakkot, hogy gyomorszájon vágom magam, és elájulok rögtön. Ne önállóskodik, Elena! Használd a lábad! Lábunka, Jocikám, lábunka! Használd a lábad, a jobbot is! Véd az állat! Hát azt hiszem bemelegítettem, mester, de szerintem így nem lehet fölkészülni a bajnokságra. Na, Jocikám, nincs pénzünk edzőpartnerre. De nézd, ezt a dugóba várakozó rengeteg barmot, ki kell használni az alkalmat. És én megfogadtam, hogy bajnokot csinálok belőle. Jocika, most bemelegítünk, jó? Utána keresünk neked egy megfelelő partnert, és a végén megverekszel egy kamionsofőrrel. Oké, veszem. Na, helybefutás, hogy következő kocsi. Árnyékbox, gyerünk, csinál! Mit tunyulsz? Ne hízzál! Pozogjál, ne csak ülj! Égesd a zsírt! Jó napot kívánok, uram! Segíthetek valamiben? Igen, egy szép, drága képet szeretnék vásárolni a barátomnak a születésnapjára. Tudna nekem ajánlani valamit? Uram, önnek szerencséje van. Van egy eredeti Renault-ám. Oh, pillanat. Fehér gyúr a hóban. Késő Renault. 3 millió. De meg kell mondanom, csak ingyetszek. Oh, hát nem is tudom. Csomag nem rossz. Talán egy kicsit világos lenne a nappal. Ah. Hát akkor mutatok valami egészen mást. Önnek, uram, ördöge van. Ezt nézze meg. Tessék, Dali. Négy gyerek a pincében. Fantasztikus. Nézze meg ezt az ecsetkezelést. A távlatokat. Ez a Dali, kérem. Ez egy zseni. Jó, mondjuk az ára is. 10 millió. Esetleg nem lenne valami extrémebb dolog, véletlen? Extrém. Uram, önnek pokoli szerencséje van. Tessék. Csak nem. De. Vércseppek a paradicsom levesben. Ki a festő? Van Gogh uram, Van Gogh, ki más? Persze, ki más lenne? Ezt elviszem, mennyibe kerül? Hát kérdezőben ez 20 millió. Szuper. Csomagolja? Ó, nem, köszönöm, csak beteszem egy zacskóba.
10-20. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De jól tudom. Remélem, a barátjának majd tetszik a kép. Abban biztos vagyok. Viszontlátásra köszönöm. Tudja mit? Oh, igen. Visszajövök délután. Nem nézne nekem valami ilyesmit? Veszek magamnak is. Maram, hozzáadhatok bármit. Picasso, zöldbékák a Spenótban, esetleg Rembrandttól, medvék a magyarok rémben. Ennek ördögi szerencséje van. Van itt egy Leonardo, de Vinci. Ó. Jeges medvék a tejben. Nem. A békás az jó lesz, köszönöm. A Picasso? Igen. A zöldbékák az... Uram, de hát azért Picasso 150 millió forint. Ne féltsen engem, csak rendelje meg. Minden jót. Megveszülöm, minden jót. Örülök a látogatásnak. Picasso, zöld békák Spenótban. Megint kezdhetek festeni. Nyújjuk le hamar a mai adagot, hazeme dolgom van. Mindig csak a melóvaz, ez a mi sorsunk. Míg mások élvezik az életet, mi csak gályázunk. Mi semmire sincs időnk. Hát nekem arra nincs, hogy a gyerekeimet elvigyem a moziba, bazze. Hát nem is kell, bazze. Vetesi házi mozit magadnak. Vetettem. Na. 500 személyeset. Hát szeretem, a kényelem van, meg ne, hogy belebefögjék ma kukoricát a pofámba, bazze. És multiplexi mozit csináltad, de az? Szklerózis multiplexi. Átlátszó körbe. Sörrandos, meg dolis. Jó, ez. Jó filmek is kellene nekem, nehogy már elaludjak ott, vazze. Hát én csináltatok magamnak, érted? Megmondom, mi legyen benne, nehogy aztán már össze-vissza, vazze. Én most csináltatok egy. Megmondtam, a Gregory Peck legyen benne a macken aranyából. És? Mi és? Erre azt mondjam az emberem, akit kiküldtem, amcsi, hogy már megmurdált. Ki murdált meg? Hát a Peck. Nagy Peck. Ja. De ki kérdezte tőle, vazze? Hát volt itt ilyen kérdés? Hát hozzák ide, ha már lóvét adok, érted, nem, vazze? Én szerepelek a saját filmemben, vazze. Te mondod, vazze. Hát mi lesz a saját filmedben, vazze? A G.I. Joe, vazze. G.I. Joe, az nagyon jó, vazze. Mit fogsz csinálni? Hát gyúrok, vazze. Ó, vazze. Hát akkor gyúrjunk, vazze. Gyúrjunk, vazze. De Lajos, hova fessem a turista jelzéseket? Hova? Hát a fára. Jó, de melyikre? De tudom, nálad van az ecset, én meg hozom a föstéket. Azt hiszem, eltévedtünk. Miért? De mik ezek a csontok itt? Ezek turisták, ezek egy éve tűntek el. Azért kell a turista jelzést, látod? Úgyhogy csak fess. De ennek a csontváznak ecsetet szorongott az egyik kezd. Akkor ezt tudod ki? Az Ede. 5 éve tűnt el. A legjobb turista jelfestő volt. Nem talált hozzá. Most már biztos, hogy jó helyen járunk, úgyhogy csak fess. De mi hogy találunk haza? Hát követjük a turista jelzést. De nincs egy se. Azért kell festeni. De mondom, hogy nem tudom, melyik fára fessem. Várjál, amelyikre az Ede feste, arra már nem kell. Az összes többire, igen? Az a tuti. Mert így azon is lesz, amelyikre tényleg kell jel. Igaz. Te, azért fura egy erdő ez. Aztán miért? Hát, nincsenek benne fák. De legalább nem kell annyit dolgozni. Ezt vártam. Örülök, hogy ilyen későn is tudunk beszélni. Nekem ne mondd, hogy ének évadján megint a bankkal beszélsz. Dehogy is. A k***vámmal. Na most a tuti-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 
Thank you.
Kiszólják! Kiszólít! Az ellenség! Körül vagytok véve! Tudjuk, jó erős fallal! Ha, meg velünk is! Ki fogunk éheztetni titeket! Köszönjük szépen! Mondom, ki fogunk éheztetni titeket! Köszönjük szépen! Nagy a pofátok, de... Nem szemtelenségből mondtuk, köszönjük szépen! Mi a jó büdös francot köszöntök? A kiéheztetést! De miért? Éppen fogyókúrázunk! Mit csinált? Fogyókúrázunk! A télen fölszedtünk néhány kilót, és nem tudjuk leadni. A vacsorát is most hánytuk ki. Úgyhogy kezdjétek csak el a kiéheztetést. Rajta! Na jó, elég a hülyeségből. Utoljára mondom, adjátok meg magatokat! Ha megadjuk magunkat, akkor adtok enni? Adunk! Hát, ez az. Soha nem fogyunk le. Na, akkor nem adunk. Biztos? Biztos! Egy katonát se? Egyet se! Á, nem, túl jók vagytok ti ahhoz. Biztos adtok edni, úgyhogy kezdjetek kiéheztetni. Na jó, ti akartátok, de előre mondom, ez egy nagyon kegyetlen éheztetés lesz. Nem baj, csak kezdjétek el. Na jó, ti akartátok. Na emberek, ahogy megbeszéltük, egyszerre, teritorokból, teljes erővel, egy, kettő, hóruk! Jó étvágyat kívánunk! Köszönjük szépen! Mondom, jó étvágyat kívánunk! Köszönjük, viszont kívánjuk! Köszönjük, de nekünk van mire, nektek meg nincs! Nem baj, így könnyebb betartani a fogyózást! Csorgatjuk a nyálunkat! Vigyázzatok vele, nehogy tele legyen a vizes árok, mert akkor nyálas árok lesz belőle! Csorgatjuk a gyomrunkat! Mi meg tulcsámcsogjuk! Nem lesz ilyen nagy a pofátok, hogyha a legjobb szakácsok neveit fogjuk üvöltözni nektek! Üvöltsétek csak, mi a legrosszabbét szoktuk, a sajátunkét! Iszonyú a főztje! Nagy szerencse, hogy már nincs mit! A legincsiklandozóbb ételek receptjeit fogjuk kiabálni nektek! És meg is főzzük! Az illatát meg felétek tereljük, mint ideg gőzt! Nem baj, mi meg majd az orrunk alá szellentünk! És ha nem lesz már mitől? Akkor majd fölidézzük a büdöset, meg a szakácsunk főztjét! Mi pedig kövérre zabáljuk magunkat a szemetek láttára! Látjátok ezt a csülköt meg ezt az oldalast? Látjuk! Ebből még van 20 000! 22 000! Mi hagytuk a faluban, csak egyétek, majd magas lesz a koleszterinetek, meg a vérnyomásotok. És az baj? Hát nekünk nem, nektek igen, mert eldugulnak az ereitek, és fölfordultok. Ez biztos? Tuti, mi meg méregtelenítő lébőgykúrán leszünk. Adjátok már meg a receptjét. Te hülyék lennénk. Csak vizet iszunk. Azt is csak lájtosan. Igen, akkor mi meg taktikát változtatunk. Nem kiéheztetünk benneteket, hanem kihízatunk. Nem, azt nem szabad. Dehogy nem! Kihízatáshoz felkészülni. Megtölteni a kővetőket tokaszalonnával, oldalassal, meg csülökkel. Mindent bedobni a várba. Étellel nem szabad dobálózni, nem, annyiszor hagytuk ma abba így a fogyókúrát. Csak szabáljatok tovább! Irgalom, hát kihízzük a ruhánkat és megfázunk. Nem baj, majd lövünk be zsebkendőt, de csak ha kölcsön adjátok a szakácsotokat. Mire? Mostantól kezdve mi fogyózunk? Úgy se fog sikerülni. Dehogy nem, már mindent belőttünk a várba. Azt is, amit ti hoztatok? Azt is. Köszi, nem is fogyókúrázunk, hülyék! Bá, buci, bá, húj az ágy alá! Kedves uram, segítetek valamiben? Elnézést, azt hiszem, hogy elhagytam az ötgyűjtőmet, csak egy doboz gyufát kérek szépen. 500 forint. Óhajtnék valamit a kedves vevő. Elnézést, megismételni kérem. Óhajt még valamit a kedves vevő? Nem ezt, a gyufa árát. Ja, 500 kerekforint. Maga viccel vele? Akkor nem kérem. Viszlát. Na, bocsáss meg, uram, ne haragudjon. A kód leolvasásával
a vásárlás megtörtént, már nem lehet visszavonni. Most én nem lehet visszavonni, engem nem kötelezett semmire, viszontlátom. Egy pillanatra engedje meg, hogy ezt én átadjam önnek. Ez egy fizetési felszólítás az ön tartozásának a rendezésére. Tudom, hogy ezt postaíton kellett volna elküldeni, de higgye el nekem, hogy ez így sokkal gyorsabb. Én szerintem most nem akar rendezni a tartozását, úgyhogy enter. Ezzel be is jegyeztük, kérem szépen, a jelzálogot az ön ingatlanjára. Én ingatlanom a jelzálog? Miről beszél? E hónap elsőjétől online kapcsolatban állunk a földhivatallal, és hát egyéb ilyen bankintézményeket. Ígérem, uram, a legkedvezőbb fizetési feltételeket biztosítjuk önnek. Földhivatal, bankhitel egy doboz gyufa miatt? Megvan maga őrül? Hát hiszen még a nevemet se tudja. Szépen kisétálok innen és visszlát. Pillanat, uram, Kovács Lajos úr. Rózsafa utca 19. Ez meg honnan tudja? Uram, e hónap elsőjétől online kapcsolatban állunk a belügyminisztérium adatfeldolgozó részlegével. A gyufáról leszedett új lenyomat alapján tehát ön, Kovács Lajos úr, Rózsafa utca 19. Ugye mit? Akkor azt fogom mondani, hogy maga csak kitalálta az egészet. Én nem is akartam itt vásárolni, bejöttem pénzt látani, és maga a keletcébe akar csalni engem. Uram, e hónap elsőjétől videó és magnó felvételek készülnek a vásárlásokról, így tehát az ön gyufa vásárlása is rögzítve van. Jól van, rabló úr, öngyőzött, tessék, itt az 500 forint, legyen vele boldog. Ne, bocsáss, uram, sajnos a dolog nem ilyen egyszerű. Megkérném arra, hogy legyenem kedves, ezt a kettő darab papírt töltse ki értelemszerűen nagy nyomtatott betűket. Az utolsó oldalon felsorolt bankok egyikében befizeti a tartozását, ott kap egy törlési engedélyt. Azt elhiszi a földhivatalba, a földhivatalból elhozza hozzánk a papírt, és megkapja a gyufát, amelyet mi addig megőrzünk. Az őrzési díj 2000 forint. Maga meg akar engem ölni? Nincsen nekem erre időm. Bejöttem egy doboz gyufát venni, és most rohangálhatok egész nap. Hát sajnálom, uram, ezt utat végig kell járni, ha azt akarja, hogy tehermentes legyen az ingatlanja. Kérem, a viszontlátást. Hát itt van, fél órája keresem. A náluk leadott zakujába felejtette az öngyújtóját. Tartsa meg az öngyújtót, épp most vásároltam egy doboz gyufát. Ki tudja hány ezerért? Hány ezerért? Hát miért nem kért egy ingyenes vásárlói hűségkártyát? Azon minden termékre óriási kedvezményt kap. Ferikém drága, mennyibe kerül hűségkártyával egy doboz gyufa? 8 forint bizony. Vásárlói hűségkártya? Hm? Mióta van ilyen? E hónap elsőjétől. Itt és most, nálunk, ezen a csatornán, ebben a tévében és az önében, ebben a pillanatban, először és utoljára, önnek és mindenkinek, gyilkos és áldozat, ok és okozat, kérdések és válaszok. Gyilkossági kísérlet, mely szerencsére csak kísérlet maradt. Az elkövető és az áldozat egyaránt beszél majd az esetről. Íme az áldozat. Önt néhány nappal ezelőtt megpróbálták megölni. Kitört az életére. Én. Tehát ön meg akarta ölni önt? Igen. Kimentem a konyhába, hogy egy pohár friss csapvizet igyek, és akkor éreztem, hogy valami nincs rendben. Mi történt? A pohár helyett a kegyérvágó kést kaptam föl, és tehát a hajamnál fogva elkezdtem magamat ránk. Nem próbált meg védekezni? De éles hangon segítségért kiáltottam, de aztán ugyanakkor magamra förmettem, hogy maradjak már csöndben. Tehát nem szólt azonnal? Nem. Szerencsére, mert az volt, hogy a jobb kezem, az a balesetből kifőleg is gyengébb, kiejtettem a kenyérvágókést. És ezek után mi történt? Hát ezek után kitéptem magamat a karomból, és rohanni kezdtem a fürdőszoba felé. De miért pont a fürdőszoba felé? Ja, mert hát eszembe jutott, hogy ma még nem is borotválkoztam. Berohantam a fürdőszobába, de ott meg elkezdtem magamat hirtelen folytogatni, és akkor próbáltam a borotvát a kezembe venni, de kivertem a kezemből a borotvát, és akkor egész egyszer megszédültem, a fogmosó pohárral fejbe vágtam magam, beleestem a kádba, a fürdőkádba. És eközben önt mit csinált? Eközben egy újabb gyilkos szerszám után kezdtem matatni a kezemmel, és akkor került a kezembe a fogkefe, amivel aztán megpróbáltam leszúrni magam. Dulakodni kezdtünk, és akkor egyszer csak csengettek kétszer. A postás volt? Nem, a postás nem csenget, csak bedobja a leveket. Nem, a szomszéd volt, hogy fejezzük be a dulakodást, mert ő meg nem tud aludni.
De ön nem próbált meg elmenekülni? Nem. Én próbáltam menekülni, én meg rohantam gyorsan ajtót nyitni. És kiért hamarabb az ajtóhoz? Hát szerencsére én, úgyhogy az ajtó mögé ugrottam és elbújtam. Ezek szerint a szomszéd nem vett észre semmi gyanúsat? Nem. Hát én próbáltam neki elmagyarázni a történteket, de egész egyszer hülyének nézett. Az orvosok mit mondanak? Értetlenül állnak a dolog előtt. Azt mondják, hogy lehet, hogy ki kéne békülnöm magammal, meg hát, hogy önző alak vagyok. Kívánom önöknek, hogy minél hamarabb rendeződjenek a dolgai. Köszönjük szépen. Önöknek pedig, kedves nézőim, üzenem. Figyeljenek oda embertársaik. Legközelebb is várom önöket a képernyők elé. Akkor azt vizsgáljuk meg, vajon előfordulhat-e pára jelenség a gőzfürdőben, valamint a péksütemények okozhatják-e a 10 órai zacskókon megjelenő gabonaköröket. Addig is. Viszontlátásra. Jó pihenés. Minden jó. Munkám során gyakran találkozni emberek. Ezért van nálam mindig tik-tak. Napok óta fáj a hasam. Nem tudok kilépni a lakádból, mert székrekedésem van. De mióta ezt a cseppet használom, nem tudok elmenni otthonról, mert befosok. Hát, ha nem figyelsz rájuk, a fejedre hánynak, vazze. Ja, ha nem lépsz a tökükre, kilopják a fogadból a többést is, vazze. Pedig nekem aranyból van, vazze. Igen? Nekem gyémánból van, vazze. Amsterdamba csiszoltatta. Na, mondjad, kicsi csákó, megvannak a zsetonok amcsiban? Jó, de mondd meg nekem, ne legyen ám tornádó. Mert tornádót ott akarok, veszek magamnak, érted? Na, csumidásztalan. Te mondjad, neked nem porosodik a gyepszőnyeged, vazze? De. Hát aztán hogyan tisztítod? Poroltatom, vazze. Nem. Hát én porszívóztatom, mégiscsak a 21. század, nem, vazze? Űrkorszak, vazze. Tudod, mi van a hold, tele van üres telkekkel, fölvásárolok egy párat, fölhúzatok rá a lakóparkot, aztán kiéneklem a bugrisoknak, vazze. Úgy van, vazze. Hát most követni telket, vazze. Teli hold van, nem? Nézze csak föl, tele van üres telekkel. Hát azért megyek most. Lefoglaltattam a jegyet, jövő holnapra. Hát akkor együtt megyünk, vaze. Ott van a rabszolgálat, nekem kényelmesebb ülök, nem fog szorulni ebben szaros cellámban, vaze. Dzsipós űrhajó legyen, érted? Dzsipós, meg utánfutós a jetskinek. Dzsipó van, minden van, vaze. Meg te, földre néző ablakokat rendeltem, ha kilátok, legyen kilátásom, vaze. Hát megfizetjük, vaze, minden vagyunk mi, kispályások, vaze. Asszonyt viszed. Csajomat viszel, vaze, nem kell nekem az asszony, hogy végigpofázza az utat, vaze. Csajomból meg kitalálunk valami új trükköt. De azt mondjuk, a súlytalanságban még frankóbb a dugás. Nekem ne röpködjön a súlytalanságban, mint a figo egér. Igaz, igaz. Te azt mondják a pia, csak hogy kiröpül az ember pofájából. Igaz ez? De meg azt mondják, hogy gyúrni nem is lehet föl. Hát vazeg mondom, én gyúrni akarok, akkor gyúrok is, nem vazeg? Gyúrjunk, vazeg. Hát gyúrunk, vazeg. Jó napot. Jó napot, Bélem. Ez tényleg egy kincses térkép volt? Persze. És maga... Tényleg kincsek lelőhelyeit árulja? Megásul, tehát milyen furcsa ebben. És mekkora kincsek ezek? Kérem szépen, kicsitől egészen nagyik, miért óhajt? Hát... Van, kérem szépen, kalózos, ókori és aladinos. Hát ha lehet, akkor egy kalózosat. Kalózosat? Na jó. Tessék, itt van ez egy bermudás. És biztos, hogy van ott kincs? Már hogy ne volnát jelöli a térkép, 15 ezer forint az ára. 15 ezer. És mekkora kincs ez? 300 millió. De akkor miért nem maga ássa ki? Hát akkor kimaradna itt az üzletben. Ja, ezért nem megy ásni. Hát, ásod kér? Nem. Igaza van, mert sokkal romantikusabb kézzel kaparászni. Nem, nem azért nem kérek, hanem mert nem hiszem, hogy ezek a térképek kincset jelölnek. Akkor ellenőrizze. Ez itt van találomra, ez egy ilyen referencia térkép. Tessék. Ez mennyibe kerül? Ez 100 forint. Csak 100 forint? Igen. És mi van rajta? Itt kint az udvar, itt az almafa, és itt az almafától 1 méterre kell ásni a délkeleti irányba. És ott mit találok? 100 forintot. Hát nem túl sok. Nem nagy kincs.
Tehát, ha jól számolok, akkor 100 forintért találok 100 forintot. Pontosan. És ebben mi a jó? Hát, az élmény. Nekem és magának? Nekem az önbizalmam, hogy stimmel a referencia térképen. Hát még mindig nem győzött meg az alma fájával, hogy a Bermudán találok kincset. Na, akkor mutatok volna egészen mást. Tessék, nézze meg, uram, ezt a kincses térképet. Tessék. Tehát ez a Plutó? Aha. Plutón ássa a kincset? Hát mi ne ássadna, uram, hát nem gázbolygó az. De ki ásta el? Ki a Plutó lakók? Hát ember még nem járt ott. Vannak Plutó lakók? Hát hogy ne lennének, uram? Hát akkor ki ásta volna el a kincset, mint kérdeztek. Na de hogy került ide ez a plutói kincses térkép? Nem is gondolja? Nem. Tényleg nem gondolja? Tényleg nem. Leesett. Leesett? Éjjel, amikor látni a Plutót, mondja maga, hogy mindig nem hisz nekem. Még ha hinnék is magának, hogy van a Pluton kincs, hogy találok oda? Uram, adok róla egy másik térképet, tehát pontosan lehetem van, hogy a Jupiternél kell a szem elfordulni balra. Nem hiszem, ez nekem túl messze van. De ennyire bizalmatlan hozzám, uram, akkor hozhat maga is kincset. Mi, hogy én hozzak kincset? Hát magának kell, nem? Na de hát, ha nekem van kincsem, akkor minek hozzam ide? Azért szépen elássuk, én megjelölöm egy térképen, és akkor maga kiássa. Nekem nincs kincsem. Az baj, hát mi adjuk a kincset, ez egy vagyonba kerül. Maga még mindig nem bízik bennem? Nem. Meg fogja bánni. Nézze meg, uram, ezeket a figurákat itt a falon. Hát, ezek ilyen elég nyomorúságosaknak tűnnek. Hajléktalanok, csövesek, kukázók. Egyik sem vett tőlem térképet, még megsetették a lábukat itt a boltba. Aztán most kukázhatnak, mondja, maga is ide akar jutni. Nem. Na. Most nézze meg ezt a falat. Ezek mind politikusok? Hát a Bill Gates meg a nagybátyám nem, csak a többi. A törzsvevőkörök. Ha? Mit gondol? Miből gazdagodtak meg? Korrupció. Dehogy, uram, maga hisz a mesékben. A kincses térképekből. Ők is vettek? Vettek, vesznek. Évente. Plutósat? Azt is. Uram, ezek a csillagot lehoznák az égből. Ezekkel a térképekkel ellenőrzheti a parlamenti képviselőket. Mindegyik boldogan csatolja a térképeket a vagyonnyilatkozatához. Tudjam, adjon két plutósat. Huszonkettőezer, mi dobáltuk szét a faluban? Vagy valamilyen? Még egy mondatot. Gyúrjuk, faszán! Mint a mókus fenn a fá, a két bukó oly vidám. Csomagolják? Ó, már egyszer odaadtam magának a pénzt. Drágóra, ha nincs pénz, akkor miért jön vásárolni? Ki meg a kocsiba kint? Megmondtam, nekem a Gregory Peck legyen benne, érted? De ma kellene aranyába. Aha. Ja. És azt mi lett vele? Mi lett vele? Hát azt, hogy az emberem, akit kiküldt. Nem vártam azt, hogy csattanolját. Akkor azt vizsgáljuk meg, okozhatják-e az anyám öspi... Az! Hát hozzák már ide, ha már lóvét adok, érted, nem? Ja. Ja. És te erre mit mondtam az? Nézd, úgy meg vagyok még döbben, hogy meghaltam. Az Ede, amelyikre ráfestett, arra te ma ne fessél rá, mert az már megvan festve, az a fal. Hát, persze, hogy kicsit bepisáltam. Magam meg azt hiszem szintén. Figyelj, én csináltatok vazet. Nem azt megmondom, mi legyen benne, nem aztán össze-vissza vazet. Ó, vazet, és olyan... Ne köhögjél, hozzá, mert oda csak.